Kedves nézőink, folytatjuk már is műsorunkat. Geiger András, köszöntöm, jó reggelt kívánok! Ó, azt nem öregem, a fotelba hagytam. Nem baj, azért látjuk egymást. Csak nem, hogy ráuljon valaki a fotelba. Remélem, figyelnek rá. Ugye múltkor beszéltünk a mensdíjakról, és úgy zártuk a beszélgetést, hogy még visszatérünk egy fontos témára, aztán adáson kívül megbeszéltük azt is, hogy Szabó István filmrendezőt ismertétek el. Mit ismertetek el az ő munkásságában? Mit emeltetek ki? Itt nem csak a munkásságról van szó. Én nem vagyok egy expert a filmekről, hogy most én nem vagyok az Oscar-díj osztó, én nem tudom elbírálni, hogy most ez a film mennyivel jobb, mint a másik film, sőt, szerintem az Oscar-díjnál se tudják elbírálni, és sokszor ugyan háromnak kellene adni, csak egyre van hely. Szóval én azt gondolom, azok a témák, amit véletlenül a Szabó választ, a rendező választ, azok a témák társadalmilag annyira fontos ügyek, hogy egy közönség lássa, úgy, mint egy könyvet, amit megírnak, hogy annak az alapján gondoljuk, hogy ő egy mencs. Meg más emberekkel is beszélgettem, akik dolgoztak vele, a temperamentum, a viselkedés. Szóval egy jó ember. Na most az jó ember, az nálam nem azt jelenti, hogy tökéletes. Én nem találtam még tökéletes. Mindenki csinált hibákat az életükben. Ő is biztos, én is biztos. Nem ettől vagy egy mencs. Ha nagyjából, ha veszük az életedet, ezért próbálunk néha idősebb embereknek adni a mencset, és reméljük, hogy nem posztumoz, mert akkor már jobban átlátjuk, hogy mit tettek az asztalra emberileg. Megint, nem kifejezetten a munka maga. Lehetett volna más munkája Szabó Istvánnak, lehetett volna Szabó István olyan ember, akit nem ismer a közösség, de olyan munkát végzett, ami egy nagyon nagy dolog volt. Vagy még egy dolog, vagy ha valaki csinál valami óriási nagyot, például tegnap a Nobel-díját a orosz újságíró arra használta, hogy pénzt gyűjtsön az ukrán menekülteknek. Ez egy óriási nagy dolog. És azt, hogy ahol dolgozott a Novi Sad újságba a Muradot, szóval... Mondtad a témaválasztást. Szerinted, mint filmfogyasztóként, filmfogyasztótól kérdezem, mennyire lehet, mondjuk például így vagy úgy a holokauszt témája olyan terület, amit érdemes mozifilmként megcsinálni? Mert mondjuk Szabó István többek között készített egy ilyen típusú filmet, ez volt a Napfény íze, ami egyébként nagyon jól sikeredett, szerintem. Mennyire van erre fogadó közönség? Na most a mi alapítványunk úgy kezdődött, és úgy is van, hogy a holokausznak a tanítása. Így igaz, erről beszéltünk múltkor. Na most, ha ez nekem a fontos, akkor sokszor azokkal a témákkal foglalkozó embereket próbáljuk kitüntetni, mert egyre kevesebb ember fog tudni róla, ha nem mi, vagy mások utánam folytatják ezt az oktatást. És a holokauszt nem csak azért fontos, mert az én családom, vagy a te családod, vagy 6 millió más zsidóknak a családja, hanem ez egy példa, ez egy nagyon-nagyon jó, szomorú példa, hogyha embereknek nem úgy viselkednek egymással gyerekek, ami méltó, ha zsidóznak, ha cigányoznak, ha feketéznek, ha melegeznek, nem akarom mondani a szavat se, csak ha nem tanulják meg, hogy tiszteljék egymást. És a holokauszt a példa arra, hogy mi történik, ha lecsúszik
ez az értékrendszer. Jó. Van-e a te fejedben, vagy az alapítvány tervei között olyan elképzelés, hogy mondjuk olyan rendezvényeket szervezni? Mondtad a zsinagóga látogatás, de ezen túlmenően, ahol fiatalok, idősebbek összejönnek, legyen szó konferenciáról, vagy bármilyen más szabadtéri rendezvényről, kiállításokról, rendhagyó eseményekről. Tehát ilyenek vannak-e a terveitek között? Nem csak, hogy vannak a terveimben, pont ma találkozok kettő más hasonló alapítványnak a vezetőivel, a Centropa és a Haver alapítvány. Mi hárman hasonlóan az oktatással foglalkozunk. És azért találkozunk most ma, hogy megbeszéljük azt, hogy együtt csináljunk bizonyos dolgokat, hogy nem mindig szeparát. Végülis egy kis ország vagyunk, és egy kis város vagyunk. De hát ez így igaz. Magyarország 10 millió ember, Budapest 2 millió ember, majdnem minden Budapesten történik kezdeményezve, aztán mehet Szegedre, meg Győr, meg Pécset, meg más helyekre, de itt kell kezdeni, és kell kezdeni a fiatalokra gondolni. És azokkal, úgy ahogy te most jól, nagyon jól céloztad, konferenciákat, de eseményeket is, ahol beszélgetünk egymással. Adok még egy példát. 27-én egy nagyon jó barátom, aki dolgozik a Mencs Alapítvánnyal együtt, a Bér György, csinál programokat, hogy nagyon nagy sportos, és fiatal gyerekeket, foci tábort csinál, keresztény zsidó gyerekeket, és 27-én 60-ba fogunk találkozni, és forgatom is beszélgetni ezekkel a gyerekekkel. Szóval sporton át is el lehet érni gyerekeknek az agyukat, hogy együtt fociznak. És akkor ha fociznak együtt, akkor beszélgessenek is együtt. És beszélgessenek komolyabb dolgokról, nem csak a foci. Ez nem egy könnyű dolog, mert a gyerekeknek az agyuk másképp járkál, mint a miénk, sőt, miénk is néha gyerekesen járkál. Vannak még az úgynevezett rendhagyó történelem órák, rendhagyó magyar irodalom történet órák. Ilyenben is gondolkodtok? Például Kokaján, most mondok egy példát. Egy kisebb település határában van egy zsidó temető, amit ki kellene egy kicsit gazolni, és akkor ott lehetne, és ha már kigazoljuk a gyerekekkel, akkor ott lehet rendhagyó órát tartani, történelem órát, magyar órát. Mit, miért, hogyan éltek itt, miként éltek itt ezek az emberek. Ilyen típusú programok most gondolkodtok? Bonyhádon, ahol lesz egy megemlékezés 28-án, ez az a dátum körül van, amikor a zsidókat deportálták arról a környékről, és ott van egy régi zsinagóga, ahol már viszünk gyerekeket. Ott van kettő temető, van egy neológ temető, meg egy ortodox temető. Ott is tervezzük, hogy ugyanazt, amit te mondtad, ahol meghívjuk a fiatalokat, hogy segítsenek talán valamennyi rendbehozásra, ami muszáj, és akkor egy apropó beszélni ezekről a dolgokról. És ezt kell folyamatosan csinálni, mert azok a gyerekek változnak. Azok aztán érettségiznek, és nincsenek ott. Minden ez nem azt, hogy most egyszer megcsinálom, egyszer hébe-hóba. Pontosan ezt akartam mondani utána, hogy oké, okay, tehát hogy ezt nem úgy képzelem el természetesen, hogy egyszeri alkalommal, hanem azt mondom, hogy egy tanévben 3-4 ilyen eseményt szervezek egy helyre. Pontosan. Abban az iskolában, vagy azon a környéken levő iskolában. Az összes iskolában 3-4 iskola van. Fontos, ez kell állandóan csinálni, sőt, erről a zsinagógáról most el fogjuk nevezni, ez most kiadtam egy, nem titkot, de ez egy meglepetés. Igen. Ezt a centrumot elnevezzük Stello Gábor Tolerancia Központ.
Stello Gáborról. Stello Gábor, aki evangélikus lelkész. Én jól, rosszul mondom, hogy Stellót mondtam, és nem Stello. Jó, de én azért vagyok ilyen nagyon igen. okos, igen. mert apukám gyerekként volt egy lakója volt az ő által működtetett Pax gyermekotthonnak. Tehát Stello Gábor evangélikus lelkészről beszélünk, aki hát szerintem 2000 gyermek megmentésében működött közben. A lánya Minneapolisba él, Ildikó, és terve van, hogy ő is posztumus ki legyen tüntetve, már beszéltem az Ildikóval egy apropó időpontot, ott Amerikában, ahol ő is ott van. Könyv kijött, amit hozzájárult a Bandi, Andor, meg a Fahidi Évának ismerőse. Szóval vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, és a Stello Gábort akarjuk örökösíteni, és ez lesz elnevezve például Bonyhádon. Végezetül megint egy olyan kérdés, ami kicsit bonyolult. Van előtted egy gömb, amiben tud belenézni, és tudsz jósolni. Szerinted, ha minden szép és jól alakul, és mondjuk az ilyen programok, amiket ti szerveztek, a Centrópáék, a Centróp alapítványal, meg a Haver alapítványal, sikeresek lesznek, és már pedig sikeresek lesznek, ezt azért szögezzük le, mennyi idő alatt lehet, és milyen típusú eredményeket elérni? Tehát az, hogy kevesebb legyen az a gyűlölködés, ami valamiért belekerül a kisemberek fejébe. Hát szerintem ez nem... Nincs egy nem ilyen... egy véget érő folyamat, ezt én nem mondom. Nem, nincs egy gyorsan. Szerintem minél több emberrel, fiatalokkal beszélgetsz, természetesen van, akit nem fogsz elérni, nem fogsz meggyőzni. Persze, ez világos. Mindig, van, akinek megmondod, hogy kell orvosságot szedni, mert magas a koleszterol, 90% szedi, a másik 10% nem szedi, akármit mond az orvos. Van, akinek mondod, hogy le kell szokni a dohányról, mert tüdőrákot fogsz kapni, valaki leszok, valaki meg nem fog leszokni az Istenése. Szóval szerintem ez egy, úgy, ahogy te mondod, ez egy folyamat, nem lehet fölmérni, hogy mikor. Eleve valami nem teljesen jól működik globálisan, mert ha elhisszük a mérőt, hogy az antiszemitizmus nőtt az utolsó években, ahhoz képest, ami volt néhány évvel ezelőtt, akkor valami valahol csúszik. És szerintem nem tudjuk, de sok múlik a gazdasági helyzeteken országokban. Világos. És nagyon sok múlik az olyan... Még egy dolgot kell hogy mondjam, igen. Az antiszemitizmusra kapcsolatot. Van egy ilyen mondás Amerikában, hogy mindenki beszél az időjárásról, igen. És senki nem csinál semmit. Na most az antiszemitizmus az már több mint 2000 éve megvan. Most ami 2000 éve gyökeresen megvan bizonyos agymosások miatt, azt nagyon nehéz megszüntetni, mert valahol az kicsöppen, és ahogy valahogy már mérges vagy valaki, ez rohadt zsidó. Jó, értettem a dolgot. Maradjunk annyiban, hogy szükség van az olyan kezdeményezésekre is, mint a Mens Alapítvány, meg a Centrópa, meg a Haver és sokan mások, és akkor tessenek figyelni a programjait a Mens Alapítványnak, legközelebb Bonyhádon találkozunk. De először is vasárnap 16:30 a Rutka Éva Parkban a Szabó István lesz kitüntetve, és egy zenei program lesz. Igen, azt is tessék megnézni. Fél ötkor. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is.